van bő szűk egy hónapjuk, hogy pályázzanak a hallgatók. A pályázati feltételek a következők. Fontos, hogy a hallgató a Szerbiában akkreditált felsőoktatási intézményben nyerjen felvételt, és az előző pályázati körhöz képest most már nem csak az első éves hallgatók, hanem egészen elsőtől doktorképzésig, doktorképzésre járó hallgatók is jelentkezhetnek. Tehát bővült ez az intervallum. Azon kívül fontos, hogy magyar nyelven végezze az általános és vagy középiskolát, valamint egy nyilatkozatot kell aláírniuk arról, hogy a diplomázásukat követően 3 évig még Szerbiában maradnak és dolgoznak, amennyiben lehetőségük van rá.